hiszen ünnep a mai. Mert magyarnak lenni büszkeség, de csak akkor, ha ezt méltósággal tesszük. Méltósággal tesszük, igen, hagyományainkat őrizzük meg. Igen, mert az a nép nemzet, aki nem ápolja múltját, nem érdemli a jövőjét. Ha azt mondjuk a világba, pörkölt, gulyás, paprikás, mindenki tudja, hogy rólunk, magyarokról van szó. Így van ez rendjén. Mert milyen egy jó pörkölt? Mikszát mondta. Színe olyan legyen, mint felbőszült bikának vére. Tűzpiros, tűzforró, enyhén csípős, sűrű szaftú. Hát ilyen egy jó pörkölt, ilyen bizony. No, hát itt készülnek, csak ezt meg ne tudja az állatvédő liga, hogy 320 bárányt vágtak itt le, akkor ebből nagy balhé lesz. No, és arra kérem még a kedves főzőmestereket, mindenkit szeretettel fogadjanak, csak egy embert ne, a Kozmát. Erre a zsűri allergiás. No, hát kemény nagyon a zsűri, és bízunk abba, hogy igazságos is, mert sok nemes széf van itt, és ínyes emberek. Igen, és még egy valamit elmondhatok, mert családi baráti körben vagyunk, a zsűrit nem lehet megvesztegetni, mert a fél birka eldől, az egész meg nem fér a kocsimba. Úgyhogy itt egy kemény, sportszerű, vetélkedő fog történni. Igen, és ha lesznek túlélők, lesz eredményhirdetés is. Bízunk benne, és szeretnénk, ha nagyon sok kitűnő birka lenne ezen a nemesi asztalon. Mert a fehér asztal mindig a béke szigete, ahol népek, nemzetek sorsa dől el, de a miénk is. Milyen csúnya egy korgó gyomor, nem? Egy éhező ember. Hát nézzenek csak rám. De nálam se a súllyal van a probléma, hanem a magasságommal. És hogy haladjunk a főzéssel, így egy utolsó gondolatot szeretnék még elmondani. Mikszát szavait. Nagy ínyes volt, és nagy magyar. Következőt üzente, és ez ma is él. Ha már minden érzés elszáll a rög iránt, varázsnak még mindig ott van a magyar konyha. Dőljék, omoljék minden a nagy divatok mágiáján, az ősi ételetek ízét, hiteteket, magyarságotokat ne hagyjátok veszni. Isten áld meg a magyar, köszönöm megtisztelő figyelmüket!